Négy kórus adott koncertet a Szent Márton templomban vasárnap. Sauermann János plébános köszöntője után a civil kapcsolatokért felelős bizottság elnöke szólt a rendezvény előkészítését jellemző összefogás jelentőségéről. Én nagyon örülök annak, hogy az önkormányzat most már egyre több szervezettel, az egyházzal, egyházmegyével, plébániával, nagyszerű összefogással tudja ezt a Szent Márton hagyományt ápolni. A találkozó házigazdája a jövőre 60 éves jubileumát ünneplő szombathelyi énekkar volt. Minden évben a Szent Márton ünnepi hétnek az egyik kiemelkedő záró eseményeként megrendezzük ezt a kórus találkozót, ami nagyon sokszor nemzetközivé szélesedett, a környező országokból hívtunk kórusokat, azóta is tartjuk velük a kapcsolatot, néhányukkal, és magyar kórusokat is természetesen. Idén kizárólag hazai énekkarok léptek fel. A Szent Király szabadjai, a Balatonalmádi és a Szombathelyi kórus mellett kuriózumként egy iskola, az esztergomi temesvári Pelbárt Ferences gimnázium is képviseltette magát fiú kórusával. Őket a templom plébánosa hívta meg a Pitti Katalinnal közösen adott szombathelyi koncertjük után. Mutáló gimnazista fiúkból zenei együttest létrehozni és azt vezetni eleve egy nagyon fölemelő, de sajátos feladat. Azokkal a kedvenc darabjainkkal érkeztünk ide, most 8-an, hiszen az utazási lehetőségeink így ezt tették lehetővé, amik a mi szívünk számára a legkedvesebbek, ugyanakkor azt is szerettük volna, hogy egy átfogó képet mutasson a mi repertoárunkból. Középkori latin művet, a Szent Ferenc halálára emlékező szertartás énekeit és a 17. századi Kájoni János egyik zsoltárát is előadták az esztergomiak.